Rólam Székhiné Keresztes Mónika, a vendégem, pedig csókolom, a Fidesz 9-es választókerületi képviselőjelöltje. Jól Szép van? jó napot kívánok! Köszönöm, jól! Iszonyú nagy harcba keveredtek, nem tudom, hogy ön így érzi-e, a Jobbikkal. Aminek az egyik leágazása, hogy ilyen adok-kapok, legalábbis a médiában folyik egy ilyen harc, és ma aktuálisan egyesek ma úgy beszéltek, hogy megjelent a köteles beszéde a Fidesznek, utalva Kövér László valamikori köteles beszédére. Ez történetesen a Kubatov Gábornak egy nyilatkozata, vagy lehallgatott beszéd, nem tudom pontosan, mert nem tudtam elmélyülni, hallott-e róla. Ez mikor jelent meg? Hát én, amit most itt kinyomtattam, ez egy mai, ma délután 14:38-kor, mégpedig a barikád.hu-n. Találkozott vele? Nem. Akkor csak megmutatom, hogy hogy lássa. A lényege a dolognak az, hogy a pártigazgató arról beszél, hogy pontos felmérése van a Fidesznek arról, hogy ki hova szavaz. Pécset ezt már kipróbálták a választáson, amikor Páva Zsoltot választották meg Pécset polgármesternek, hogy azt is tudják, hogy ki szavaz a szocialistákra, ki a... Szóval, hogy ez a lényege a dolognak. Ha nem hallott róla, akkor nyilván bőven nem is tudunk róla, vagy nem is akar rá reagálni. Reagálok én rá, mégpedig úgy, hogy természetesen a cikket nem olvastam, úgyhogy ezt meg is ígérem, hogy utána fogok nézni, hiszen erről tudnom kell. De én a mai reggelt a Gyorskocsi utcába kezdtem, mit mert csinált? Be voltam idézést kaptam, ugye tanúként való kihallgatásra Ja, a melyes bizonyos szegény. plakát ügyben, ami ugye itt elterjedt a... De amiben ön volt a főjelentő, nem? Én voltam a főjelentő, Igen. Így van, és ez a plakát még egy hónappal a mi hivatalos plakátunk megjelenése előtt ugye terjedt el a kerület nagy részében. Ja, A ahhoz, Fidesz amiben azzal égisze alatt vádolták önt, hogy az ingatlanadónak a híve. Híve, igen, és ezt ugye az én fényképemmel, a Fidesz logóval és teljesen fideszes dizájnnal, ami ugye a rágalmazás büntettét kimerítő aljaszándékkal elkövetett bűncselekmény. Tehát ez egy elég súlyos dolog, úgyhogy én ott kezdtem a mai napot az ügyvédemmel. Úgyhogy azóta De pedig a... és tudnak valamit? Mit tapasztalt a rendőrök? Vagy csak Majd meghallgatták? Tájékoztatnak természetesen, igen. Hát ez egy nagyon komoly ügy, ez 3 év szabadságvesztéssel büntethető, hogyha ha ez kiderül. Úgyhogy utána pedig, és azóta is, ami a kicsi késésemnek az oka, hogy az emberekkel vagyok egész nap, terepen is, meg háztól házig. A Fidesznek ez a... kampányának a nyitja, a szemkontaktusra épülő kampány, hogy az embereket egyáltalán megtaláljuk és beszélgessünk vele, hiszen a közéletről szól. Tehát a politika hitelét amúgy is elveszítette már ezer okból, ezt tudjuk, és az emberek félnek, nincs bizalmuk a saját közéletük iránt, és le akarnak róla mondani. Ezek a személyes találkozások hihetetlen, egyrészt fárasztó, másodszor pedig nagyon-nagyon lelkesítő. De Tehát nagyon sok azt mondja, emberrel beszélünk, és... hogy ön próbál meg újra hitet adni az embereknek, hogy érdemes a politikával foglalkozni, mégsem... Az embereknek a legeslegfontosabb, hogy valaki meghallgassa őket. Nekem ez a tapasztalatom. Tehát egyszerűen, hogy valakinek elmondhassák, amint tépelődnek a négy fal között. Ugye nagyon sok család felbomlik, vagy nem fejlődhet tovább. Városi lakásokban, kis dobozokban élnek az emberek, a saját szorongásaikkal ketrecbe zárva. Egész egyszerűen a közéletnek az is a feladata, több mint politika, több mint párt, az embereket egyszerűen megtalálni és a közéletbe belevonni, amiben feladata van a politikusoknak, de feladata van az embereknek, akik különböző területeken az élet bármelyik területén dolgoznak. Tehát én ezzel töltöttem most a napomat, úgyhogy elnézést, de a számítógép elé még ma nem kerültem. Nekem is csak most került a kezembe. Mindazonáltal azt a kérdést azért ismeretlen, az ügy ismeretének hiányában is érdemes feszegetni, hogy fontos-e tudni egymásról azt, hogy politikailag hova tartozunk.
A Fidesznek ez nem újdonság, hiszen ezt az emberek is tudják, pontosan ők, akikről beszéltem, mert a különböző kampányok, népszavazások során mi kint vagyunk a terepen. Ha most én tudom, hogy erről van szó, akkor elhozom azt a konkrét szórólapot, ami még a kopogtató cédula gyűjtés előtt kereste meg az embereket a postaládájukba. Azon volt egy kis perforációs szelvény, ami azt jelenti, hogy maradjunk kapcsolatban. Tehát Néha az láttam emberek, azt, igen. igen, tehát az emberek nyíltan vállalhatták, hogy a Fidesszel ők szeretnének kapcsolatba kerülni. Tehát, hogy megtaláljuk egymást. Pontosan ez az elv mellett, amit az előbb említettem, hogy az emberek vágynak arra, hogy a közélet szereplői ne egy elefántcsontoronyban valahol intézkedjenek a fejük felett, hanem az emberek bevonásával ő velük és ő értük Igen, dolgozzanak. de amit most mond, abból számomra az következik, hogy önnek teljesen mindegy, hogy akivel beszél, az politikailag hova tartozik, a problémája a lényeges. Így van, természetesen. Na most, ha itt erről a konkrét dologról, amennyire most így mintavételesen érzékelem, hogy a Fidesz tudja, és listái vannak arról, hogy most ki milyen szavazó, az a beszélgetésekből kiderül. Nyilván, hogyha a Fidesz üzenetét, ugye ezek a kis szelvények tartalmazzák is, el is mondjuk az embereknek, oda is van írva, hogy amennyiben ön szeretne kapcsolatban maradni a Fidesz-szel, és nem bánja, ha e-mailen az ő általa teljesen szuverén módon megadott elérhetőségek, lehetőség alapján megkeresik, tehát akár egy SMS formájában, akár egy e-mailen, akár telefonon. Tehát ők önként adják meg Tehát, hogy az ez nem egy elérhetőséget, törvénytelen és gyűjtött nem, és összeállított lista, abszolút, ez hanem egy a... teljesen legális lista, ami egyébként Nyugat-Európában teljesen természetes, ott nyíltan tudják az emberek egymásról is, hogy ki milyen szavazó. Tehát ez egy kicsit, nem csak kicsit, Már annyi kis pártállami következménye. reflexeket ébreszt az emberekben, hogy ezt bújtatva kell. Tehát én nem beszélhetek arról, hogy miről gondolok, holott állítólag sajtószabadságban, itt most már mindent ki lehet mondani, a televízióban mindent lehet mutatni, már nem kell az emberekre ruha sem, mert ugye mindent ki kell tálalni. Tehát van egyik oldalon egy nagyon-nagyon felfokozott liberalizmus, meg nyitottság, a másik oldalon pedig félni kell, hogy én a világról mit képzelek, és azt esetleg egy pártreferenciával, vagy elv mellett hovatartozással ki is fejezem. De pont Tehát ugye a ebben nincsen Fideszről semmi szokták gond. mondani, hogy félni kell, legalábbis a baloldal ezt mondja, hogy félni kell a Fidesztől, mert csak azokat hozza pozícióba, és az még hagyján, hanem hogy mindazok, akik nem a Fidesz mellett voksolnak, vagy nem a Fidesz mellett állnak, azok bizony egzisztenciálisan bajba kerülnek. Hát erre szoktak azt mondani, hogy mindenki magából indul ki. Tehát ha valaki ennek egyrészt ilyen reflexei vannak, hogy a Fidesz ezt fogja csinálni, akkor valamitől vagy fél, mert valaki vele ezt csinálta, vagy pedig ezt csinálná másokkal. De itt szó nincs erről, hanem arról van szó, hogy a Fidesznek van egy nagyon határozott, én ezt is már sokszor elmondtam, hogy én mi mellett állok, a Fidesznek mi a koncepciója, tehát mi az az értékrend, ami mellett leteszi a voksát és a gazdaságot egyáltalán az emberek életét hosszú távú jövőképpel lefekteti, és aki emellett van és becsületesen dolgozik, annak helye van egy társadalomban. Az, hogy a szavazati többséggel egy párt megszerezi a kormányzáshoz szükséges felhatalmazást az emberek részéről, akkor ő neki az lesz az óriási nagy feladata, és ez nem árulok el titkot, hogy mekkora feladat vár a Fideszre, hogyha a választásokat megnyeri, vagy bárkire, aki megnyeri, mert itt egy hatalmas nagy romhalmaz kell bizony újraépíteni, és egyáltalán nem hátradőlnek azok az emberek a bársonyszékbe, akik ebben feladatot kapnak, hanem iszonyatos feladat, és bizony egy nagyon nagy elvárás vár rájuk. Magyarországnak ma olyan emberre van szüksége, aki képes munkahelyeket teremteni. Olyan emberre, aki képes talpra állítani a gazdaságot. Olyan emberre, aki képes rendet tenni az egészségügyben. Olyan emberre, aki képes garantálni a közbiztonságot. A megfelelő ember a megfelelő időben. Itt az idő, Magyarország. Készült a Fidesz-KDNP megbízásából.